Épp a részleteket beszéli meg a helyszínen a város polgármestere és a kulturális központ igazgatója. A napsütésben itt még az őszi színekben pompázó atomtér látható, de hamarosan adventi hangulatba öltözik a Paksi lakótelepi központ. Idén a bő egy évvel ezelőtt átadott új közösségi téren rendezik meg a karácsonyi programsorozatot november 28-ától december 19 ig úgy lett kialakítva maga a tér, hogy rendezvények tartására alkalmas, tehát a különféle technikai berendezések a föld alá kerültek, így a színpadhoz vezető kiállásokban sem bukdácsol az ember, azon túlmenően pedig akadálymentesített az egész tér. Az elmúlt években a Városháza előtti téren zajlott az advent, idén az Atomtér négy hetes program sorozatán Tótandi, Feke Pál, Janicsák Veca és még számos neves fellépő mellett a helyiek is bemutatkoznak. A gyerekeket az Alma Együttes a Fülemüle Zenekar és a Kicsi Gestenye Klub szórakoztatja. A Jókedvről még Mikulás Kommandó adventi kuckó, kincskereső játékok, motoros Mikulások gondoskodnak. A téren felállított faházakban karácsonyi ajándékok mellett forralt bor, kürtös, kalács, kemencés lángos is várja a látogatókat. A rászorulók részére pedig ruhákat, tartós élelmiszert, gyermekjátékokat is gyűjtenek. Önkormányzattal közösen egy adni jó elnevezésű kezdeményezést illetve egy kezdeményezésének a folytatását tűztük ki célul, egy ruhagyűjtési akciót, illetve egy cipős doboz gyűjtési akciót hirdettünk. Az adventi udvarban nem kell védettségi igazolvány. A részletes programfüzetet a paksiak hamarosan a postaládájukban is megtalálják.